A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Főzünk majd indiait, ezerféle ízűt, lesz benne gyömbér, kurkuma, kardamom, fahéj, római kömény, csirke, rizs és szósz. Egyszerre lesz csípős, savanyú, édes, sós, keserű és fanyar. Én szeretelem a húst, te fűszerezel, és az ezerféléből pont úgy sikerül majd, ahogy mi szeretjük, mert mindent beleteszünk, ami fontos. Egy Bokros Judit verssel köszöntöm Önöket, amely az élet és irodalomban jelent meg egyéb iránt, és vendégem természetesen a szerző, Bokros Judit, immáron Penna Regia díjas újságíró, tisztelettel köszöntelek, szervusz. Szia Lajos, köszöntöm én is a nézőket. Örülök, hogy itt vagy velünk. Penna Regiáról és minden másról természetesen beszélünk, viszont én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok az indítatásra. Mostanság és tegnap egy Bódás János költészetét bemutató esten is kifejtettem, hogy vannak költőink, akiket méltatlanul elfeledtünk. Szerencsére helyjel közzel a te édesapád Bokros Jánossal nem így jártunk, mert én azt gondolom, hogy te méltó módon őrzöd az emlékét, és azok az irodalmi társaságok nem különben. Bár lehetne több szó is arról a költészetről, hiszen meghatározó volt számodra. De abban az értelemben miként emlékezel vissza arra az időszakra, amikor ő még alkotott, amikor gyermekként ez tudatosult benned? Hát gyermekként nem tudatosult, mert ugye én 8 éves voltam, amikor ő meghalt. Tehát akkor, amit én kaptam belőle, az egy olyan apa volt, aki sokat foglalkozott velem, és próbálta átadni annak a szeretetét, amiben ő élt. Tehát ő ugye magyar és történelem tanár volt, nagyon szerette mindkét területét, de inkább azért a magyar irodalom volt a szíve csücske, és ezért ezt otthon abban nyilvánult meg, vagy abban is így velem kapcsolatban például, amire emlékszem, hogy tanított nekem verseket, verseltetett, meg hát láttam otthon, ahogy olvas, úgyhogy, de az írói munkásságát, pályáját én úgy gyerekként nem emlékszem rá, hogy mennyire figyeltem, úgyhogy felnőttként találkoztam úgy igazán a verseivel. Ahogy? Tehát akkor érintettek meg igazán, már akkor, amikor olyan 20-valahány éves voltam, és aztán elkezdtem foglalkozni az ő hátramaradt verseivel, anyukámmal együtt, és amikor két kötetet csináltunk neki, a Vörös Marti Társaság közreműködésével, megmaradt, fennmaradt versekből, meg válogatott versekből, akkor került hozzám igazán közel az ő költészete. Ugyanakkor, ahogy cseperedtél, ideje korán eldőlt az utad? Hát ilyen szempontból igen, de nem mondhatom, hogy tudatosan, tehát nem, például tanári pályára nem készültem, tehát ilyen szempontból nem emlékszem, hogy befolyásolt volna otthon anyukám, hát ugye ő maradt, vagy lehet, hogy azért próbált terelgetni, de végül is nem lett már belőlem. Az irodalmi érdeklődés az meg volt abszolút, igen. Tehát olvastál. Rengeteget ennyit olvastam, igen, nagyon szerettem. Sok könyv volt otthon, kézenfekvő volt, igen. Ilyen értelemben egyetemi tanulmányaidat egyenes utad vezetett a bölcsészkarra? Igen, kommunikáció, bölcsészet. Oda igen, tehát én megpróbáltam a magyar szakot is, Román Károly tanár úrral készültünk fel rá. Egyébként művészeti középiskolába jártam a Tópartiba, tehát művészeti szakos voltam. Úgyhogy ott azért nem volt, tehát ott a rajz szakmai tárgyak voltak túlsúlyban, és akkor mellett azért meg volt ez az érdeklődésem az irodalom iránt, és hát ezért gondoltuk, hogy akkor esetleg megpróbálom a magyar szakot. Ez így is lett.
Hát tulajdonképpen egyetlen egy ponton múlt, hogy fölvegyenek, mi akkor nem fellebbeztünk, hanem ugye több helyet lehetett megjelölni, és a Szegedi Tudományi Egyetemen ott valamiért kommunikációs szakot jelöltem bölcsész szakon. Igen, akkor ez 5 éves volt, és arra mentem el. És akkor időközben azért gondolkodtam rajta, hogy valamit még szeretnék emelni. És érdekelt, sok minden érdekelt, ami kultúra. Indult egy dráma és színház tudomány, ilyen 3 éves képzés, és akkor azt is mellé elvégeztem. Mi mindent lehetett egy fiatalnak, én tudom egyébként, de a nézőknek mondjuk el, hogy mi mindent lehetett megtanulni a kommunikációt, tehát egy bölcsészkaron. Melyek azok, amelyek elkísérnek a máig? Hát a leginkább a gyakorlat, tehát ott nagyon jó képzés volt. Tanított bennünket például a Havas Henrik jött, aztán a Szegvári Katalin, Kristóf Gábor, tehát a rádiósok, tévések közül nagy nevek, bemehettünk gyakorlatra a Magyar Rádióhoz, és a Dél-Magyarország című napilapnál is voltunk gyakorlaton, illetve volt saját magazinműsora az egyetemnek, és azt nagyon élveztük csinálni, egy ilyen kulturális magazinműsor. Én elektronikus sajtószakirányon végeztem egyébként, tehát a diplomamunkámat is ilyen ezen a területen csináltam. Hát aztán innen elkanyarodtam az írás felé, aminek úgy örülök is, de mindig, tehát megvan az érdeklődésem továbbra is, például a képes vizuális témák, vagy a vizuális feldolgozás iránt. Mi vonzott a színház és drámatudományban? Hiszen ez egy olyan lépés nyilvánvaló, ami egyrészt kiegészíti a bölcsészt mindenféle értelemben, másrészt viszont tetszik, nem tetszik, egy egészen más irány. Hát a színház, meg az olvasás kapcsán a drámák értelmezése, hogy mi minden lehet egy drámából, hogyan egy dráma mögött, egy szöveg mögött, és alapvetően ezért a színház is érdekelt. Talán azért is, mert én táncoltam is, kortárs balettet tanultam több éven át, tehát mondjuk a színház világa így a színfalak mögül innen volt ismerős, meg szerettem színházba járni, és gondoltam, hogy úgy többet tudok meg talán ezekről is, a színházi módszerekről, irányokról. Végül is ez akkor úgy megtörtént. Ugye nem beszéltünk Pilinszky Jánosról, nagyon is jól tudjuk, hogy szinte közösen együtt éltetek, mármint egy család voltatok, ha úgy tetszik, hellyel közzel természetesen. Mennyit kaptál így utólag látott, hiszen itt van egy könyv, ezt majd megmutatom természetesen, hiszen édesanyáddal közösen járultatok hozzá, hogy ez megjelenhessék. A Pilinszky János Önéletrajzaim című kötet, egy fantasztikus történet, ahogy ő is az volt. Mit kaptál így utólag tőle? Mit lehetett kapni tőle? Hát úgy, tehát ez az együttélés, ez nagyon idézőjeles tényleg. Ez idézőjeles, mert azért hogy, mert hogy ugye mi ahhoz, tehát anyukám adta ki a lakását annak idején, az utolsó évében, Pilinszky utolsó évében itt élt Fehérváron. Ezt a történetet már azért sokan ismerik, akiket érdekel az irodalom, vagy Pilinszky János pályája, munkássága, meg a versét szeretik. És nem sokat találkoztak vele a szüleim, tehát én még akkor meg sem születtem, amikor ő itt lakott. Hát akkor úgy fogantam, mert én 81-ben születtem, azután pár nappal, hogy ő meghalt. És anyukámék vele körülbelül 2-szer találkoztak, mert nagyon vigyáztak rá, hogy ne zavarják. Ez kérés volt egyébként az ő tőle, illetve az ő családjától. De ez a tény, meg ez a tudat, ez velünk maradt, igen, tehát főleg a szüleimmel. Beszéltünk erről, otthon mondták, hogy itt lakott ebben a lakásban, ahol én is laktam aztán később egy darabig, a Kígyó utcában. De úgy különösebbképpen nem kezdtünk ezzel semmit. Aztán, amikor 2 éve a Pilinszky 100, tehát a születésének a 100 éves évfordulója alkalmából volt egy egész országra szóló programsorozat, és ahhoz mi úgy kapcsolódtunk, hogy váratlanul előkerült ez a Pilinszky
kéziratos napló, vagy egy kéziratos kis feljegyzésekkel teli könyv, egy notesz, ami Juhász Anna irodalmár jelenlétében került itt elő, és akkor ő ezt ugye ebből csinált műsort is. Megszólalt benne az örökös Kovács Péter Barnabás, a felesége Komorowski Márta is. Úgyhogy akkor úgy ez az egész történet sokkal inkább elért hozzám is, vagy ez a maga, ez a, ennek a tudata, hogy hát Pilinszky tényleg itt lakott abban a lakásban, ahol például én is laktam. Ugyanennek ilyen látható nyomai nincsenek, de az, amit tudunk erről, amit a szomszédok elmondanak, az tulajdonképpen már most már annyira közel hozta őt, hogy és a versei is, amiket akkoriban úgy még többet, tehát elkezdtem nyilván én is olvasni, mint ahogy akkor úgy jobban fókuszban voltak, hogy most már tényleg egészen olyan, mintha egy kicsit ilyen személyes ismerősöm lenne, és ez nagyon-nagyon jó. És akkor ehhez a könyvhöz pedig ehhez úgy tudott ez az egész történet hozzájárulni, hogy ebből a kéziratos, tehát ebből a noteszből belekerült több oldal, ebben a már készülő félben levő könyv, ebbe a könyvbe, amit a Önéletrajzaim címe jelentetett meg a Magvető kiadó. Erre készült Pilinszky nagyon az utolsó éveiben, az Önéletrajzaim című könyvnek a megírására, ami egy nagyon érdekes és rendhagyó önéletrajz. Igen, bárhol nyitjuk önéletrajzok. Ki azt, így van. Bárhol nyitjuk ki, egy rendkívüli olvasmány. Viszont melyik volt az az első pillanat, amikor döntöttél a pályádról, hogy mihez kezdesz a két diplomával? Az egyik az nem diploma, az egy ilyen betétlap tulajdonképpen. Hát betétlap, tehát a dráma és tudom, a színháztudomány az nem diploma, hanem a másik, a kommunikáció szak volt a diploma, amiről kaptam konkrétan azt. Hát tulajdonképpen elindultam munkát keresni. Próbálkoztam tévénél, próbálkoztam a lapoknál, és végül is néhány hónap után gyakornokként kikötöttem a Fejér megyei hírlapnál, és hát ott kezdtem el az újságírással napi szinten foglalkozni. A versírás hogy jött az életedbe? A versírás... Segített valaki? Inspirált, hogy... Hát nem, hanem, illetve biztos volt inspiráció, vagyis nem is versírással kezdtem én, hanem Sohonya Editnek a Macska köröm című regényét nagyon megszerettem, és elkezdtem egy hasonlót írni, egy ilyen naplószerű tini lánykoromban, de hát értem, és akkor rájöttem egy idő után, hogy ez nem jó, ez egy ilyen koppintás, hát, hogy egy kicsit így másolom ezt a szerelemnék, meg a Macska köröm című történeteket, és akkor ezt azt hiszem abba is hagytam. Akkor nyilván próbálkoztam versekkel, mert sokan teszik ezt, tehát sokan írnak fiatalkorukban többnyire érzelmi indítatásból. Aztán szerintem ezt is abba hagytam. Később is, ilyen 20 évesen, akkor már úgy több olyat írtam, ami mondjuk ilyen bizonyos ilyen helyzetek, ehhez kapcsolódik, amiket átéltem aznap, vagy amik foglalkoztattak ilyen belső történések, folyamatok. De ezeket én nem nagyon, tehát én nem mutattam meg. Egyszer mutattam a Román Károlynak, és akkor ő úgy mondta, hogy hát jó, de még ezen én csiszolgassak talán, és ő inkább a prózát ajánlotta nekem. Aztán mégis vers lett belőle, amit nem bánunk, de és a próza is megmaradt nyilván. Legalábbis a kulturális rovatot szívesen olvassuk, hiszen Jószerivel mindenütt ott voltál, ott vagy. A családról beszéljünk néhány szót, hiszen az mindig egy meghatározó pillanat egy ember fia életében. Hát van egy 9 éves lányom, valóban meghatározó az ő jelenléte. Egyébként például, amikor ő megszületett, utána több ilyen kis rövid verset írtam, ami ilyen játékos, tehát mondjuk ami az akkori ilyen helyzetekhez kötődik, amikor ő kisbaba volt, és akkor amiket átéltem, ami megfogalmazódott bennem ennek kapcsán, hogy az ember itt nevelget egy ilyen kis pici kis életet, meg amik történnek, de ezeket sem
mutattam meg, hogy gyűjtögettem igazából. Aztán, ahogy ő nő, az abban vannak, és változik, abban vannak azért olyan pillanatok, amik mondjuk úgy nagyon megmaradnak, megérintenek, és akkor ezek közül mondjuk két olyan vers került be ebbe az első kötetbe, amit mondjuk úgy olyannak tartottam, hogy bekerülhet. Természetesen a felfedezést felfedezzük mi magunk is, ugyanakkor egy kicsit még beszéljünk. Nyilván az újságírói pályafutásodhoz fűződik, hogy szorosabb kapcsolatot alakították ki a Vörös Marti Társasággal, a nem különben a Csóri Sándor Társasággal most már, és általában a Székesfehérvár kulturális életével. És egyszer csak azzal szembesültünk, hála Istennek teszem hozzá, hogy ott vagy teljes egészében a Várban, tehát a Vörös Marti Társaság irodalmi folyóiratában, publikálsz az Élet és Irodalomban, aztán megvan nekünk az Aranyatérő beszélgetések, ez egy vadonatúj sorozat, az Aranybulla könyvtár jó voltából, és természetesen ott van a Vörös Marti Társaság töpörtyűinek, illetve most már nagyocskák, hogy is hívják, Vörös Marti Kuckó, amelyet Péma Klári Évával vezettek. Ez most már egy teljesség, és hát nyilván a publikálsz a Hírlapban is. Kezdjük talán először, hogy honnét jött a gondolat, hogy bevonjátok a fiatalokat is, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy tetszik, nem tetszik, bizony korosodik az irodalmi közeg Székesfehérváron. Hát magának a közegnek volt ez az ötlete vagy igénye, hogy egy olyan másfél évvel ezelőtt akkor történjen valami a fiatalítás érdekében, amire voltak egyébként próbálkozások, csak mondjuk akkor másfél éve konkrétan tőlem kérték, hogy valahogy ezt segítsem a Maklári Éván keresztül, és akkor jött létre a Vörös Marti Kuckó, ami hát tulajdonképpen tizenéveseket fog össze, tizenéves elsősorban a középiskolás korosztályt, és azzal a célra jött létre, hogy egy közösséget hozzunk létre nekik, ahol megmutathatják a verseiket, vagy a prózai írásaikat. Tehát, hogy aki szeret írni ebből a korosztályból, az csatlakozzon. Az összes középiskolát megkerestük, legalábbis igyekeztünk mindenhova eljutni, és akkor közvetítőkkel, magyar tanárok segítségével, ismerősökön keresztül értesítettük a diákokat, Fehérvári Diáktanácson át, hogy van ez a lehetőség, és eljöttek elég sokan már az első alkalomra, ami 2022. februárjában volt, és ez azóta tart ez a kör, vagyis hogy hát működik, havonta vannak a nyarat leszámítva a találkozók, és egy olyan 11 néhány fő az, aki rendszeresen jön, de van olyan is köztük például, aki már egyetemista, mégis visszajön, amikor tud, van olyan, aki nyolcadikasként csatlakozott, tehát nem csak középiskolások, de azért a legtöbben középiskolások, és hát élmény velük lenni, nagyon jó társaság, jó ötleteik vannak, jó szövegeket szoktak hozni, és látszik, hogy most már egymás között is egyre jobban érzik magukat. Ami fontos. Tehát, hogy igen, tényleg egy olyan közösségféle igen, alakult. Igen, ezt volt szerencsém megtapasztalni most egy évfordulón, ott a tortázás közben, hogy ez egy jó csapat alakult ki. Ugyanúgy nagyon fontos számunkra az Aranyatérő beszélgetések sorozat, hiszen valljuk meg, egyre kevesebbet tudunk bulvár nélkül embertársainkról, azokkal, akikkel napról napra találkozunk valamilyen formában, és ez ilyen értelemben is teli találat ez a beszélgetés sor. Hát ez is körülbelül abban az időszakban indult, tehát 2022-ben, ez januárban, és igen, itt az a cél, hogy és azt szeretném én, hogy úgy bemutatni a meghívott vendégeket, ahogy esetleg egyébként nem ismeri még őket a közönség, bár nyilván szó esik mindig az alkotói tevékenységről, de hogy egy kicsit ami a mögött van, legalábbis igyekszem arra rávilágítani a beszélgetés során.
Hát itt kölcsönösen volt egy ilyen igény, mert az Aranybulla könyvtár korábban meghívott egy-két íróolvasó találkozóra, illetve Bakony István rendezett ott még a Covid időszaka alatt velem egy beszélgetés, mikor elkezdtem verseket írni, az online volt, és ennek biztosított helyszínt a könyvtár, aztán a Csiszerné Máler Mónika elhívott az igazgató több könyvbemutatót, azt hiszem kettőt rekért meg, hogy azt vezessem le, és akkor utána kiderült, hogy nekem tulajdonképpen lenne arra ötletem és igényem, hogy akár egy sorozatot csináljunk elsősorban irodalmi témákban, de szélesebb körben merítve a kultúra területéről, meghívva embereket, és ők is szerettek volna már egy hasonló sorozatot. És akkor így kicsit közeledtünk, egészen közel, és akkor elindult az Aranybulla emlékében végül is az aranyatérő beszélgetések sorozat. De így nagyon jó. Mint ahogy az is nagyon jó, hogy elindult, hogy felfedeztünk, vagy felfedeztek téged, mint versírót, mint költőt, mert ugye említettem már a Vár és az Élet és Irodalom, de azért itt volt nekünk a Literatúra Művészeti Magazin, a Spanyol Nátha Művészeti Magazin online felületek, és így tovább. Mikor írtál? Mikor érezted úgy, hogy ennek egy kötetben is meg kell jelennie, amikor már egésznek titulálhatjuk azokat a verseket, amelyek egyébként itt szerepelnek ebben a felfedezésben? Hát intenzíven körülbelül 3 éve írok verseket, és a rendszeresség az tulajdonképpen akkor kezdődött, amikor a Petőc Andrásnak az írókurzusára beiratkoztam. Lehet, hogy anélkül is elindult volna valami, mert már elég sok minden volt bennem a tekintetben, de azért ez volt az, ami tényleg elindította ezt, hogy oda jártam. Ott is volt egy közösség, amihez elkezdtem tartozni, és akkor először a személyes találkozók, majd online alkalmakon megbeszéltük mindig a verseket, tehát itt ez úgy működött, hogy a Petőc András hozta mindig a témákat hétről hétre, akár ugye, hogy formai követelményekben kell írni valamit, vagy témában. És akkor ezt az adott találkozón megbeszéltük, felolvastuk egymásnak. Mindig. Ez szuper. Itt van, megmutatom mindannyiuknak, és Petőc Andrásról beszéltünk, hadd idézzek tőle, amikor beiratkozott hozzám a Kodolány János Egyetem Líra kurzusára, mármint Bokros Juci, feltűnt az a típusú érzékenység, ami az övé. Reagál ez az érzékenység, mint egy leképez. Judit költészete sajátos szemüveg, rajta keresztül felfedezzük mindazt, ami az ő világa, és egyben a mi valóságunk. Ez egy remek mondat, és valóságos. És teli találat, szintén ezt kell, hogy mondjam. Most a kezedbe adom ezt a könyvet, mielőtt aztán folytatjuk, egy verset kérek szépen tőled, kérünk. Te felolvastad az elején az Ezer ízűt, ami tavaly nyáron jelent meg az Ésben, és felolvasom a másikat, ami szintén egy kupacban 3 vers jelent meg ott. Helyszínelés. Szagmintát vesznek, aztán DNS-t is, és új lenyomatot. Persze nem biztos, hogy lesz eredmény, mondja a rendőr. Már túl sok nap telt el, és fúj a szél. De azért van esély. Az ülést tesztilekkel fedik, alufóliába csomagolják, a kormányt ecsetelik, aztán bekenik valami porral. A bicikli csak áll és tűri, ahogyan azt is tűrte, hogy ellopják. Első számú és egyetlen bűnjel. Most viszont itt van, az enyém, itt el előttem, újra. Felfoghatatlan. A rendőr tőlem is mintát vesz, DNS-t, a számból. A pálca nyálas lesz, beteszik egy tasakba. Akár csak a bűnös után maradt nyomokat. Azokat külön tasakba, persze. Különben még keverednénk. Nem lehetne tudni hirtelen, ki a tettes és ki az áldozat. Néha magam sem tudom, mi vagyok. De ezután nem nyomoz senki. Igen, ez egy ízig-vérig 21. századi történet, tagadhatatlanul. Miként választottál stílust magadnak?
hogy ez jön. Tehát nekem az egy kicsit megkönnyebbülés volt például, amikor a kurzus során, holott ezt előtte is olvastam, hallottam, tudtam, nem kell rímben írni, de valahogy én nagyon sokáig abban próbáltam. Tehát ha írtam verset, akkor próbáltam rímelni borzalmasan. Tehát szerintem, most így főleg így utólag visszagondolva, tehát ez a rémkényszer ezért ez nem tett jót sok témának. És amikor valahogy ott is az András azt mondta, hogy felejtsük el a rímelést, és írjunk azt, amit gondolunk, akár szabad versben, vagy kötött formában, de nem kell rímelnie, akkor ez úgy, ez valahogy úgy felszabadított egy kicsit. Úgyhogy, és egyébként például a publikációs lehetőségekre tekintve is sok köszönhet neki. Ő ilyenkor igyekszik a nála tanulóknak minél több lehetőséget biztosítani, akár a blogján, vagy különböző fórumokon, lapokban, irodalmi lapokban, és akkor így tudtam én is több helyen megmutatkozni, meg eleve a Kodolányi ilyenkor kiad fél évente egy antológiát, ezt nem tudom, hogy még mindig így van-e, de akkor így volt a kurzusokon, mert van próza kurzus és dráma kurzus is, tehát a Lira mellett, hogy akik ezekre járnak, ők megjelenhetnek válogatott, tehát az András válogat szövegeket. Kerek az életed? Én kereknek érzem az életemet, igen. Nyilván nem tökéletes, mert nincs benne rendben 100%-ban minden, de hát nem is gondolom, hogy ez feltétlenül így lehet. Nem is gondolom, hogy van olyan, hogy tökéletes élet, de én kereknek érzem, igen. És van jövőképed is, hiszen nemrégiben vettem hírét, hogy egy újságíró tábort is szervezel fehérvári középiskolásoknak, ami nagyon-nagyon fontos. Hát jövőképem az igyekszik lenni, inkább azt mondom. Tehát persze valahol az ember, vagyis igyekszem elképzelni, hogy mit, vagy tervezek, tehát tervezek, de szerintem egy annyira olyan tervezhetetlen világban élünk, hogy nem lehetek biztos abban, hogy ezek közül bármi is bejön, vagy hogy úgy történik, ahogy azt én eltervezem, de igen, inkább azt mondom, hogy törekvések vannak bennem arra, hogy mondjuk mit szeretnék csinálni a következő időszakban, és azt próbálom csinálni, tehát szeretnék, ugyanígy szeretném folytatni a versírást, szeretném folytatni akár a prózaírást is, azt kevesebbet szoktam, de van, amik például úgy jelenik meg prózaként. Olyan téma, hát szakmailag körülbelül ezek, az újságírást folytatom, azt jelenleg ugye a Fejér megyei hírlap mellett a Képmás magazinnak is írok viszonylag rendszeresen. Meg hát vannak egyéb munkáim is, amik mondjuk így írással kapcsolatosak, és az újságíró tábor az Aranybura könyvtárral közös terv. Egyébként nyáron egy ilyen próba jelleggel középiskolásoknak szeretnénk majd, igen, egy ilyet. No, hát történjék így, hiszen ez én azt hiszem, hogy mindannyian csak üdvözölhetjük. A kötetről mondhatok még csak az alkotók kapcsán, azért, mert ezt el szoktam mondani mindig, és fontosnak tartom, hogy az, hogy ez ilyen lett, illetve kérdezted, hogy mikor merült fel az igény, hát körülbelül egy évvel ezelőtt a Láncos Kornél Szegfő Gyula ösztöndíj pályázat kiírása előtt, hogy most van már körülbelül annyi versem, ami mondjuk nem akartam vastag kötetet, és hogy vannak olyan versek, amik vannak olyan színvonalúak, hogy kiadjanak egy kötetet. Ebben nekem Gellén Miklós Gábor költő segített sokat, akitől szintén nagyon sok szakmai tanácsot kaptam, és a kötet összeállításában közreműködött ő a szerkesztésben. Bakony István, mint felelős szerkesztő, szerepel a kötetben. A kiadója Vörös Mati Társaság. Sokat köszönhetek Pékeszter Annának, a könyvben Gálné Pékeszterként van, de művész névként inkább a Pékeszter Annát használja. Az ő festménye van a borítón, és Takács Péter pedig tördelte ezt a kötetet, és
Azt hiszem, hogy egy nagyon jó folyamatnak, a munkafolyamatnak az eredménye. Jó volt csinálni, jó volt dolgozni vele, válogatni a verseket, és úgy éreztem, hogy ezt úgy többen támogatják, hogy ez létrejöjjön. Úgyhogy jól tették, és várjuk a következőt. És én pedig köszönöm szépen neked, hogy megtiszteltél bennünket. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Bokros Judit volt, a Fejér megyei Hírlap újságírója, Penna Régia díjas újságíró. Sok mindenről beszélgettünk, Pilinszky Jánosról, édesapjáról, Bokros Jánosról, illetve a most megjelent Felfedezés című kötetről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.